Szép napot kívánok mindenkinek. A mai vendégemnek az életéről, ha filmet forgatnánk, akkor legalább 6 órás lenne, lehetne egy regény sorozatot írni. Nemesi család sarja, őrgrófnő, Pallavicsini Zita. Szervusz, Zita. Szervusz. Hát kezdtem, amikor készülni kezdtem a életedből, van itt történet bőségesen, tehát mintha valamit jelezni akarna, annyi ismétlődés van a tapasztalatokból, amely rákényszeríti az embert arra, hogy kéne utat keresni, hogy, mert első időkben, ugye édesanyját halála, a te baleseted, a szülés utáni komplikációk, lovas baleset, ami után egy évig kerekesszékben voltál. Tehát egy-két probléma után ember azt mondja, hogy felháborodás, hogy miért történik az. Amikor sok történik... Kerekesszékben még nem voltam, tehát az nem stimmelt. Nem? Mert azt olvasom, hogy egy évig a lovas baleset után. Lehet, hogy ez rossz információ. Hát be volt gipszelve a lábam, és egy rehabilitáció mentem keresztül, de kerekesszék az nem volt, és nem is lesz. Ne is legyen, ne is legyen. De a lényeg nem azon van, hanem azon van, hogy amikor sok ilyen tapasztalat van, akkor ebből felmerül a kérdés, hogy ez mi? És miért? Mert kénytelen gondolkodni. Akkor én ezt most úgy fogom elmondani, hogy érthető legyen, hogy nekem valószínűleg a dolgom az, hogy ezeket bezárjam, és én szépen zárogatom a köröket, mert ez valahol ott kezdődik, hogy az én nagyapámat felakasztották. Tehát kivégezték 57-ben. Hát 56-ban. 57-ben végezték ki, de 56-ban kezdődik. 57. december 7-én. Hát a Mindszenti kiszabadítása. Így van. A Pálinkás Antal. Pálinkás Pallavicsini Antal. Ugye azért lett Pálinkás, mert őt folyamatosan degradálták, és utána a degradációnak egy foka az volt, hogy két név közül lehetett választani. Igen. Vagy Piros, vagy Pálinkás. Akkor azt mondod, hogy inkább már Pálinkás, mint hogy Piros abban a rendszerben, úgyhogy őt kivégezték, és én tavaly felavattam egy szobrot, az ő szobrát, és akkor azt mondtam, és ez valójában így történt, hogy az első Pallavicsini, a Sforza Pallavicsini úgy jött Magyarországra, vagyis most az Erdély területére, hogy megölje a bíborost, és ez sikerült is neki, Fráter Györgyöt megölte. Az én nagyapám meg meghalt a bíborosért, és itt már bezárult a kör. Nekem ez volt a beszédem. Súlyok és ellensúlyok? Tehát a tapasztalat és ellentapasztalat? Igen. Neked miért kell ezeket tapasztalni, Zita? Kicsi voltál, amikor lezuhant egy repülőgép. Tehát annyi szor... De azt én észre sem vettem, mert nem hozták a kakaómat, és én ezért voltam fölháborodva, nem azért, hogy zuhantunk. Hány éves voltál akkor? 4. 4? Jó, hát akkor mások az emlékek. Hát más. Igen. De valószínűleg tudatalatt az megmaradt, azért utána végeztem el a stewardess iskolát, megrepültem, meg imádok repülni, lehet, hogy én ezt valahogy így dolgoztam föl. De visszatérve a kérdésekre, hogy én ezt hogy tudom feldolgozni, vagy hogy tudom kibírni, nekem ez a dolgom, én már 47 éves koromra annyi mindent tapasztaltam, sőt a poklok bugyraiba is benéztem, utána megint kijöttem, mert nekem az volt a dolgom, hogy benézd, hogy tudjam, hogy miről van szó, hogy én ezeket lássam, és utána szépen elvarjam a szálakat. Én szerintem azért születtem, hogy nekem most rengeteg feladatom van, és még az elkövetkezendő 50 évben is rengeteg feladatom lesz. Ugye te Pesten születtél, aztán Prágában voltál, aztán ide visszajöttél nagymamához, amikor a balettintézetbe jártál. Igen. Ugye akkor teljesen más volt a gazdasági helyzet, lehet mondani, szegényen éltetek, és mindenét meg kellett küzdeni. Mikor tudatosodott benned, hogy ez egy nemes család? Ez egyáltalán az mit jelent nemesnek lenni? Mikortól jött ez az információ, és mikortól kezdtél ezzel foglalkozni? Nekem nagyon korán, tehát én ugye Budapesten születtem, utána volt egy kitérő Bagdadba, ott laktunk egy pár évig, és utána Prága, és utána felvettek a balettintézetbe, igen, és ide kerültem a nagymamámhoz. Már a csehországi, tehát az édesanyámmal való lét is olyan volt, hogy én szerettem volna például üttörő lenni, mert olyan jó lenne, mert azok mentek kirándulni, nagyon jó programokat csináltak, zenéltek, gitároztak, kirándulások. Nem, én nem lehettem üttörő, tehát nem vehettem részt. Miért nem lehettél? Hát mert osztályidegen voltam. Ja, osztályidegen. És ezt már egy kisgyerekkel is éreztették. Azon kívül az anyám az nagyon ilyen antikommunista volt, és a Havelnek ebbe az underground, tehát föld alatti művészeti világába részt vett, tehát ő se engedte volna, tehát mind a két részről ott volt, hogy nem. Úgyhogy néha-néha így titokban megszöktem, és megengedték, hogy mehessek az üttörőkkel, mert
az egy gyereknek. A gyerek, hát, így van. Bocsánat, 7 évesen, 8 évesen szerettem volna én is. Ő nem tehet lenni, róla, hogy hova nem került. Kirekesztve lenni, tehát az úgy szomorú volt. Tehát ott is már volt egy, hogy én éreztem, hogy itt körülöttem valami más van, és úgy ez nem annyira tudatosan, de jelen volt az életemben. De amikor Budapestre kerültem, és itt elkezdtem magyarul tanulni, és jöttek a történelem órák, akkor én elmentem ugye az iskolába, délelőtt balettórák, mindenféle délután iskola, történelem óra, hazamentem, és 10 éves korom óta úgy élek, hogy nagyanyám megkérdeztem, mi volt történelem órán, elmondtam, és akkor azt mondja, na akkor én most elmondom, hogy volt. Tehát én már 10 éves korom óta úgy volt, hogy ugye voltak azok a történelemkönyvek, és otthon meg megkaptam azt, hogy ja, hát ez nem így volt, mert azok át voltak írva, hogy volt az valójában. Igen. És... Tehát történelmi személyiséget nézzük, amikor iskolában tanultál, akkor azt mondja valaki, hogy na ez a rokon, ugye? Tehát a ők nagyapád, Andrássy Gyulára gondolok. Igen. Tehát milyen érzés ezzel a tudattal élni? Ez teher egyáltalán, vagy... erőt ad az embernek, mert mondok egy példát, én brámin családba születtem. De én mindig kiröhögtem ezt a bráminságot, mert most nem én tehetek róla, apám brámin, kaszbeli, anyám is, és engem bráminnak neveztek. Én semmit nem tettem azért, hogy az legyek, nem érdem kérdése. Tehát én inkább menekültem az elől, tehát nem mentem olyan szertartásokra, így voltok mi modernek. Ez hasonló te esetedben? Nem, én soha nem menekültem. Nekem gyerekkorom óta már megvolt ez egy ilyen belső hang. Egyébként visszatérve rád, olyan érdekes, nekem az egyik kedvenc könyvem a Hermann Hesse-től a Siddhartha. Igen. És az ugye pont a brámi születésű fiúról szól. De nem, én nem menekültem, de volt nekem is egy lázadó korszakom. Ami nem egy menekülés, hanem akkor most bontogatom, hogy milyen messze tudok elmenni. Igen. És az valójában ez a lázadás annak is az eredménye, hogy most nem csak a család, de a külső emberek, akik nem ismernek, azok is egy ilyen skatójába raktak, és voltak olyan elképzelések, hogy vajon az ő szemük szerint, hogy kell egy arisztokratának viselkednie, vagy milyen egy arisztokrata. Na most egyrészt az arisztokrata az nem egy foglalkozás. Tehát én ugye ide születtem, mint senki más nem választja meg, hogy te miért a brámi családba születtél, valaki miért egy rabbi családba születik, tehát ezek mindenki születik valahova, és én egyáltalán nem érzem tehernek, soha nem éreztem eszköz? Tehernek, ez eszköz? Hanem lehet eszköz, amire, de csak akkor, ha jóra fordítod. Tehát semmi visszaélés, semmi, ami rossz, vagy nem tetsző a szó magas nemes értelmébe, azt nem lehet csinálni. Mert ez egy filozófálgatás, hogy a nemesnek lenni az lelki állapot. Az egy lelki állapot. Az nem lehet ráruházni valakire. Persze, vannak címek, amit adnak, és akkor azt lehet örökölni, örökölhető és nem örökölhető címek vannak, azt tudjuk. Igen, tehát ez mondjuk egy öröklött cím, de persze hozzájön egy csomó olyan dolog, hogy tradíció, mi mindek tettek az őseim. Igen. Na most ugye, amikor én felnőttem, tehát körülbelül 19-20 éves koromig arról szólt a propaganda, hogy milyen borzasztóak voltunk. Soha senki nem beszélt arról, hogy mi jót tettünk, mert ugye az volt az érdek. Magyarországon mondjuk nem is véletlen, hogy a volt kastélyok, ja, és most mondom, hogy itt nem volt rendszerváltás, hogy még ez egy ilyen külön üzenet volt, hogy mindegyik kastély ilyen szellemileg fogyatékos, vagy gondozó lett. Ez a Kádár rendszernek egy ilyen, hogy mutassuk be úgy az arisztokráciát, akik degradáltak és hülyék. Tehát nem ez volt. Ez nem felel meg a valóságnak, ugye aki tudja, aki tanul történelmet, tudja. És valójában pont arról nem beszéltek, ami az arisztokrácia lényege, főképpen Magyarországon. Egyrészt az, hogy ugye Magyarország egy mezőgazdasági ország, egy agrárország. A kastélyok azok jó messze Budapestről épültek, és ott egész évben az emberekkel, és úgy mondom a parasztokkal egy szimbiózusba éltek. A dédnagyám Andrássy Borbála, ő bába asszony volt, hogyha szült a gazda asszony, hogy ment és segített, és együtt művelték a földet, mert a föld tartotta el az épületet. Tehát hiába van egy nagy, tehát hogyha nincs föld, akkor hiába van épület, vagy kastély, vagy bármi. Világos, érthető. Soha nem urizáltunk, olyan jó, nincs. Világos. A te személyes sorsod is nagyon izgalmas.
Mond nekem, autóbaleset, ahol tényleg egy másodperc, egy milliméteren múlik, hogy ember túlélje vagy nem. Ezt azt szokták mondani, hogy nem véletlenül van a baleset, az is próbál valamit jelezni, de valamikor egyszerűen a közlekedési szituáció, tehát nem minden mögött van filozófiai tartalom. Hogyan élted meg ezt az egész, azt a másodpercet, amikor az megtörténik? És hogy lehet ezt feldolgozni? Nagyon egyszerűen, én soha nem foglalkozom úgy, tehát nagyon mélyen foglalkozom magammal. Én nagyon szeretek elvonulni, szemlélődni, nagyon jók az intuícióim. Ez megtörtént. Nem akar volt a probléma, hanem nekem szétnyílt a koponyám. Tehát egy koponya alapi törésem volt, amikor kirepültem az autóból, és 4 hematóma. Most mit csinál egy kis hematóma mondjuk Schumacherrel? Tehát lehet kómába esni, és azonnal meghalni. Igen. Nekem 4 olyan hematómám volt a fejemben, amire azt mondták az orvosok, csak megy a CT, nem tudnak semmit csinálni, és a legrosszabbra készítették föl a családot, hogy akkor ez most így 99,9%, hogy. Én meg nem estem kómába. Nem? Nem, semmi. Tudatodnál voltás? Összevarták a fejemet, jött ki egy ilyen zöld cérnaszál a fejem bubjából utána, felszívódtak, 10 napon belül eltűntek. Erre mondtak az orvosok, hogy ez így 100 évben egyszer fordul, nem az ő érdemük, nem tudták, hogy ez hogy sikerült, és nem lettem hülyébb, sőt, tehát semmiféle károsodás, semmi nem történt, és én azt mondtam mindig, hogy amit egy picit fizikálisan, ami hál' Istennek javul, és az a jó hír, hogy most már fogok tudni autót vezetni megint, tehát igen, jó automatát, de mégis szépen haladok, hogy amit fizikai szinten picit úgy elveszítettem, ugyanakkor lelki szinten olyan csodákat kaptam, meg éltem meg, ezáltal a baleset által, hogy hát az ébresztő. Percigben voltam depresszió. De valahogy ébresztő, nem? Azt mondja, hogy... Az is, nem, ez egy fejlődés. Fejlődés. Ez egy fejlődés. De mert ha külön választjuk, hogy előtte, 2012 előtti éned, és utáni éned, akkor lehet érezni, hogy mit adott neked ez a baleset. Igen, 12 és 12 után még jött egy óriási fejlődés, hogy én azt mondom, hogy most, 47 évesen kezdődik igazán az életem az, és amikor mondtam neked, hogy még 50 évig rengeteg dolgom van, hogy én hogy hihetetlenül jól érzem magam, egy hihetetlen nyugodtság van bennem. Visszatérek megint a gyökereimhez, végülis mégiscsak a színpadon nőttem föl, meg hát a kamera előtt, és egy csomó olyan dolog meg feladat talál meg, amire én most értem meg, mert most tudom közvetíteni azt lelkiekben is, mindenben is, amit kell. Tehát jó időben találnak meg a feladatok, és ez ennek így kell lennie. Ezáltal a régi énedből fakadó anorexia, vagy depresszió, aminek részese voltál, azokat már kívülről látod, és jót mosolyogsz rajta, hogy mennyire éretlen voltam? Mosolygok is rajta, ugyanakkor semmit nem bántam meg. Nem bántam meg, tehát én akár anorexia, akár az, hogy depressziós nem nagyon voltam, vagy kipróbáltam drogokat, abszolút. Azért kellett, mint az, hogy tudjak róla hitelesen utána beszélni, vagy hogyha most látok anorexiás lányokat, akkor én hitelesen, tehát én úgy veszem észre, hogy nekem azért kellett olyan sok mindent végigcsinálnom, hogy én hitelesen, tehát hogy én ezeket nem csinálom meg, vagy nem csinálom, nem tapasztalom meg, nem élem át, és többször jöttem vissza, tehát más már lehet, hogy meghalt volna, de hogy én... Volt egyszer egy ilyen túladagolás is, szóval minden, én így felálltam, teljesen jól, és akkor most nem az az ital ülne veled szembe. Nem de tudnék, így nem van, tudnék pontosan. Tehát egy csomó mindenről úgy beszélni, hogy én ezeket át. Te tudod, hogy miről beszélsz? Igen. Hogy mik, de ez utólag használod konstruktívan azokat. Igen, most kell, hogy használjam. Akkor belekerül valamiben, valami miatt. Tehát én, amikor kezdtem utána nézni, hogy a életednek, amit lehet kívülállóként látni, hogy amik történtek körülötted és veled, abból nagyon kevés ember jön ki kiegyensúlyozottan, nagyon sok ember ebből frusztrált lesz, áldozatnak tekinti magát, és félremegy az életed. Tehát de édesanyádnak a halála az sem logikus. Ugye ő Tamara, ha jól tudom, igen, a neve, igen, Tamara igen. volt. Igen. Milyen volt a viszonyod? Mert ugye ilyen halálnál az a lényeg, hogy illetve az a fájó, hogy nincs lezárva, tehát hirtelen következik be.
nincs lehetőség ebben elbúcsúzni. Ez az a furcsa, hogy én nem csodálkoztam. Nem? Nem. Anyám élete olyan turbulens volt, és olyan dolgokat csinált, és olyan dolgokat tudott bevonzani, most ez a divatos szó, hogy valójában, amikor én gyerek voltam, néha én voltam a felnőtt mellette. Igen? Igen. És amikor ez megtörtént, azt hiszem sokkal jobban megviselt volna, hogyha mondjuk öngyilkos lett volna. Az, hogy gyilkosság áldozata lett, ez valahogy számomra egy sokkal nagyobb megkönnyebbülés volt. Csak ember azt mondja, hogy elvágtak a torkát, és pont december 31-én. Igen, új és ráadásul 5 hónapos várandós volt, ugye? Tehát ez majdnem olyan, mint a Sharon Tate sztori. De ilyenkor mit csinál az ember? Egy ilyen információval mit kezd? Én, amikor ezt január 1-én a rendőrség velem közölte, akkor a rendőrök nagyon meglepődtek, mert nekem az volt az első kérdésem, hogy hogy. Tehát nem este össze, nem kezdtem, hogy jaj, ugye ez nem igaz, meg Jézus Mária. Nem, nagyon higgadtan, mert nekem, és nagyon logikus volt az én reakcióm ösztönösen, hogy, mert nekem csak az volt a fontos, hogy ugye nem szenvedett. De a veszteség, hogy anyám nincs többé, de annak van, a fájdalma, most is be... van most is, persze, úgy érzed? Persze. Érzed a jelenlétét? Érzem. De jó. És ez mennyire másabb, mint amikor fizikai testben ott volt, mert annak vannak fizikai jelenlétnek vannak korlátozó negatív hatásai is. Akkor, amikor még fizikai testben volt, akkor én sokkal jobban aggódtam. Most megszűnt az aggodalom, csak beszélgetünk. Igen? Igen. Kapod a válaszokat is? Kapom. De jó. Ez gyönyörű. És a nagymama, én úgy érzem, hogy a nagymama nagyon fontos szereplő volt az életedben, nagy támpont. Nagy stabilitást adott én nekem. Én szerintem ez egy óriási dolog, én nagyon hálás vagyok azért, hogy én még a nagymamám, sőt dédnagyanyám, tehát a régi generációval éltem együtt. Egyébként régen ez szokás volt, hogy több generáció együtt volt, mert még tőlük nagyon sokat tanultam, és hitelesen kaptam azokat a történelmi információkat, mindent, ami nekem szintén engem formált. Igen. Tehát az, hogy én még két generációt megéltem, az egy óriási dolog. És akkor életed most folyamatos útkeresés? Hát ott van ugye két gyönyörű gyermek. Nem, én már nem keresem az utamat. Eduard és Lavinia, vagy Lavinia és Eduard, ugye két gyermek, akár gyönyörű, is, egészséges nem. Gyerekek. És ez a te anyai, női énednek egy nagy részét így megnyugtatja, hogy de jó, hogy ez van az életemben. Abszolút, és most azonnal szülnék még egy gyereket, szerintem még fogok. Szülnél? Igen. Fogsz? Szerintem igen, én azt álmodtam most, hogy fogok. De jó. És a párod mit szól hozzá? Tehát ő ezek kerül beleegyezése. Hát ő... Hát ő úgy volt vele, hogy az Isten úgy akarja. Valójában igazándiból nem is a mi döntésünk ez. Tehát hiszel abban, hogy a lélek, ha meg akar születni, akkor meg is fog születni? Uh-huh. Ugye? Én abban hiszek, igen. Akkor érzed, hogy valaki kiválasztott téged? Igen, mert folyamatosan egy visszatérő, és ez kb. Egy fél éve megy, hogy én hallom a nevet, tudom, hogy lesz valami. Látom, megláttam, találkoztam vele. Lehet, hogy ez nagyon hülyén hangzik, de ez... De, én tudom, miről beszélsz. És készülsz arra. És annak fényében, hogy mind a két szülésem volt, tehát eléggé komplikált volt, hát főképpen a második, az tényleg az abban majdnem. Nem, tehát most... Hát ott majdnem ott maradtál. Hát tényleg egy percen múlott, hogy... Igen. De mindig ez a visszatérő, ez egy percen múlott, de ne, itt látszik, hogy mennyire vigyáznak rám, hogy ezek, tehát tudom, hogy én most már, tehát egyáltalán nincs bennem félelem, úgyhogy bármikor mondom, neki vágnék, és szerintem ez meg fog történni valamilyen formában. Bennem maradt egy pillanat az Ázsia Expressből, amikor tetováltak téged. Én végignéztem a ti párosotokat, és nem a műsor, az a műsor a lényeg, hanem a te hozzáállásod, te alázatod, azt tetszett. Tehát nem volt a fölényes európai voltál, hanem alázattal azonosulva voltál ott. És ott, amikor tetováltak, akkor volt fájdalom, de volt, én éreztem plusz valamit, aminek kellett történnie ott. Veszek, azért döntöttem úgy, hogy ott nagyon spontán, hogy ezt meg fogom csinálni, tehát emögött nem volt az, hogy
a műsor kedvéért, vagy hanem azt mondtam a nemet, hát nyugodtan. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy ez nekem most. Egy picit ilyen mini kálvária volt ez nekem, olyan volt, mint hogy ott egy terhet ott hagytam volna. Ugye? Úgyhogy sokkal olyan megrázta magam, és felálltam, és olyan jó érzés volt, hogy így lepakoltam valamit ezzel. Igen, mert ez a fájdalom adott másodpercben, ez a fájdalom nem csak fizikai fájdalom, hogy ott szurkálják tűvel az ember bőrét, hanem eltávozása valaminek. Igen, ez ugye? Valaminek az el, tehát azért mondtam ott egy kicsit, mint hogy ilyen stációkon mentem volna keresztül. Egyébként a fájdalomban is van egy szépség. A fájdalomból lehet merítkezni. Nagyon. Mennyire vagy ennyi tapasztalat után? Mert ebben a 47 évben szerintem legalább 94 évnyi tapasztalat van, vagy 160 évnyi, mit tudom én. Nagyon sok emberre nem történik egy élet alatt ennyi. Vagy nem biztos, hogy el tudják. Tehát én azt mondom, hogy én rám annyi van mérve, amit el tudok viselni és fel tudok dolgozni. Ennyire hiszel a sorsban? Így visszakanyarodok a beszélgetésünk elejére, hogy nekem el kell várni szálakat. Tehát én erős vagyok, tehát meg tudom csinálni, nem haltam meg, rengeteg lehetőségem lett volna rá, hogy meghalljak. Volt egy fantasztikus öngyilkossági kísérletem, amit az egyik nagyon jó barátunk, aki már szintén meghalt, egy íres műgyűjtő, azt mondta, hogy na ez volt az itt a legnagyobb performance-e, mert szépen kigondoltam, esztétikára gondoltam, hogy persze, hogy nem fogom fejbe lőni magam, mert szegény embereknek utána le kell mosni a falat, meg ilyesmi, az borzasztó. Tehát, hogy legyek szép, meg nem tudom mit, tehát rendet raktam, azt gondoltam, az életem egy akkora káosz, hogy akkor legalább rendbe halljak meg, minden el volt. De úgy elfuseráltam, hogy másnap csak dühösek voltak, tönkretettem egy perzsaszőnyeget, mert így rácsepegett a vér, úgyhogy nekem kellett kifizetni a tisztítót, úgyhogy egy az egész egy ilyen. Tehát így, és az ember rájön, hogy tulajdonképpen ez persze, hogy nem akartam meghalni, azon kívül valahol egy jelzés. Nagyon rosszul csináltam. Hál' Istennek. Persze. Hogy? És most stabil vagy? Ezek után a tapasztalatok sose révén... Sose voltam instabil. Hát, hogy az ember éppen akkor, tehát most én azt gondolom, hogy nagyon sokan, pláne aki érzékeny vagy művész lelkek, hogy akiben nem fordult volna meg ez a gondolat, vallja be úgy magának. Zita, hát ez a beszélgetés sorozatnak első része ért véget itt. Meg lehetne 20 epizódot beszélgetni, mert annyi minden van. De remélem, hogy a kicsit eszenciádat sikerült bemutatni, téged bemutatni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. A se humor. Humor az nagyon akinek fontos. Nincs humor, aki saját magán nem tud nevetni, csak hát másokon, az van elveszve, de nagyon. Ráadásul nagyon unalmas, mert mint maga az ember. Legjobb végszó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél.